Sziasztok divatikon nézők, még mindig itt vagyunk a 2014-es Kometen, és itt van mellettem a gyönyörű szép Alvin Barbie. Sziasztok! Ezt is mutassuk meg Barbie-t, mert hát ismét nagyon gyönyörű. Barbie, mi alapján választottad a mai szettedet? Hát, kicsit letisztult, kicsit rock and roll, olyan, mint én. Hoppá, nagyon szép megfogalmazás. Csá, na bocsánat, csak köszöntek közben. Na, csá, csak lazán. Kinek érted ki a tanácsát a mai ruhaszedbe, hogy ez teljesen egy önálló döntés volt? Az ügynökömmel mentünk el vásárolni, az Il Bacióba. Hoppá, hoppá. Magyarországon te milyen sűrűn szoktál mondjuk ruhát vásárolni? Itthon nem szoktam, hogy őszinte legyek, nem. Az Andrássy. De ha igen, akkor a Váci úton persze, de ez inkább csak a... Józsefváros, nem játszik nálad? Nem, én a Hunyadi szoktam járni. Idén a fellépők között vannak kedvencek? Jelöltek között? Te, Kállai, Szanner, a Tóth Gabit nagyon szeretem, meg... Hát igazából pártatlan vagyok, úgyhogy mindenkinek szurkolok. Neked nagyon sok barátod van itt. Vannak barátaim. Vannak barátaim. Nem, én úgy értettem, hogy a fellépők között nem tudsz kinek... Anyukám azt mondja, hogy szép a lelkem. Ha eljössz egy rendezvényre, mi az a három legfontosabb ruhadarab, ami végképp játszik, hogy felveszed? A bugyi és a melltartó és a cipőn kívül. Azt akartam mondani. Hát mindenféleképpen egy ruha, vagy hogyha ilyen smokingba vagyok, akkor nadrág és blazer. Táska mindig legyen nálam, hogy legalább a telefonom és az ajakápolom beleférjen. És gyűrű, kiegészítő, gyűrű, karkötő. Minden, mutassuk meg. A legfontosabbak. Pózz. Amerikában mi újság? Mostában melyik sztárral bulizol? Hát mindenkivel. Egy kit példát? Most mondjuk találkoztam Robin cikével, hogy hívják azt a ja, ő meg így mondja, hú, képzel, otthon találkoztam a Palvin Barbie-val. Igen. Te meg már csak így. Igen, nem tudom, hogy hívják, de aranyos volt. Múltke DiCaprio, hogy mondta. Aki a Titanicban volt, hogy is hívják, ami DiCaprio. Az a valami farkas gyerek. Vele is találkoztam. Múltke is így mondja, hogy képzel, találkoztam a Palvin Barbie-val. Ő meg, ja, mondta, hogy valami gyerekkel találkozott. Mi újság Justin Bieberrel? Ahol semmi. Hú, ezt nagyon lehangolóan mondtad. Nem, hát igazából most találkozom. Mondd el már nekem, mint szegény magyar gyereknek, hogy milyen így közelül a srác. Nagyon gázos vagy? Jó arc? Figyelj, egy ilyen bulikon alig van az embernek ideje beszélgetni, és konkrétan annyi, hogy szia, jó, hogy láttak téged is, szia. Jó, csak az újságban én nem így. Vagy ez, amit te csinálsz, de csá. Csá. Igaz, életem egyszer találkoztunk a sráccal. Na hát körülbelül ilyen ott is, hogy beszélgetünk, izé, jól vagy, persze, én is. Csak az újságok hazudnak mindig. Nem mondom, hogy mindig hazudnak, de hogyha rólam van szó és fiúkról, akkor igen. További jó szórakozást, köszönöm az interjút. Ja. Sziasztok!